Kelemen László születésének és halálának ünnepi esztendei közepette, az ő kései utódaként szeretettel köszöntöm családnámat a színházi találkozóját. Jó és megerősítő tudni, hogy a rendezők szándékában az összetartozásnak ugyanaz a határok feletti tudata munkál, amely a Nemzeti Színház törekvéseit vezeti, és ugyanúgy feladatának tekinti, hogy szétszakítottságunkban ébressze és erősítse a családiasság érzését. A Nemzeti Színház új korszakát Tamási Áron Vitézlélek című komoly játékának színrevitelével kezdtük, így is kifejezve nagyírón gondolatát, mely szerint színházat teremteni és játszani örtölés a magyarság jó szelleme felett. Vagyis nevelni is szeretnénk, főleg jobb nemzedéket, amely népvédel összeforjon. Ebben a jelben kívánom, hogy a Magyar Színházat álmodó és megalkotó Kelemen László otthonában ez a teremtő igyekezett hasra állt a találkozó szellemét, és hogy a színjátékosok hazatérve lélekben és játékos kedvükben erősödve folytassák értékteremtő munkájukat. Szívet melengető, gazdagító együttlétet kíván Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a nap folyamán az előadások technikai szüneteiben a Csanádpalotai Ifjúsági Fúvó Zenekar fog szórakoztatni bennünket Máton Mátyás karnagyúr vezetésével. Palíról érkezett vendégeink közül Pintér Patrícia fog nekünk énekelni. Kérem őt a színpadra. Amatőr Színjátszó Társulat.
Kardos úton a palotaiak szereplése után indult a színjátszó csoport megalakulása, mert a jó hangú találkozás meghozta a kedvüket ahhoz, hogy ők is csatlakozzanak az amatőr színjátszók népes táborához. A Főnix Kardos Kuti Amatőr Színjátszó Társulat 2010 őszén alakult meg. Az elmúlt időszakban kisebb-nagyobb személyi változások mellett folyamatosan működött. A 16-40 év közötti társulati tagok szakmai vezetője Dunai Attila. Próbáikat heti két alkalommal a Kardos Kuti Művelődési Házban tartják. Könnyedebb, humoros jeleneteket, színdarabokat állítottak össze, hogy a mindennapi élet nehézségei közepette mosolyt tudjanak varázsolni a közönség arcára. Emellett településükön a nemzeti ünnepek alkalmából is felléptek már. Legutóbb zenés-táncos betétekkel színesített történelmi visszaemlékezéssel. Szívesen vállalnak vidéki fellépéseket. Társulatuk célul tűzte ki, hogy minél több kis településre eljusson műsoraival, ahol egy-egy vidám órával örömet varázsolhatnak a szívekbe. Ez a 15. fellépésük az idén. Augusztusban Erdélyben 4 településen vendégszerepeltek. És most a műsoruk. Móricz Zsigmond Dinnyék című művét adják elő először. A szereposztás Tengeri Csősz Fánci István, Dinnye Csősz Dunai Attila, Szép asszony Vargáni Neller Orbála, Csúnya asszony Magényec Szildikó. Jó szórakozást kívánok! Az isteni, min gondolkodik-e goma? Hát, egyen a dinnyének goma. Min gondolkodik-e a dinnyén goma? Hát, csak nézem, mit tesz a dinnyék, aztán eszembe jutott, hogy milyen lehet a asszony, amikor annyi ruha van rajta, mint ezen a dinnyének. Hát, Énje, de balognakat gondol ebbe a négyei cekába. Hát, mi köze hozzá? Hát, közöm már nincs hozzá, de mégiscsak úgy, hogy amikor az ember úgy csekélyben úgy megtapogatja az asszonyt, akkor az is olyan gömbölűen, mint a bőröm, nem? Há, úgy néztem, olyan, mint a sárga egy. Nem. Gömbölű, elől hát, csupa gömbölű. Felét gömbölyű, olyan ráncos, meg lottyat, meg göröntös, mint a sárga dínje. Mit röhögek, goma? Csak úgy röhögök. Igaz. Mindenki a saját feleségéről gondolja, mi az asszony. A kendé gömbölyű, az enyém ráncos. Na, de azért végse cserélném el magam csúfögi a szép fiatal feleségébe. No, hát aztán mi? Hát, mert már Szent Dávid király megmondta, mindig a szép asszony szeressétek, de mindig a csúnyát vigyétek el feleségül. Hey, az is nagy bolondok az anyjádnak. Mégiscsak szép a szép, no? Nem érte, Hopkin. Na ide figyeljen. Mi bűvel egy asszony szerkesztve? Van egy orcája, két keze, két lába, meg egy nagy rakás ruhája. Én legalább 16 esztendés voltam, amikor megházasztam. Ennél többet én még eleve asszonyból nem láttam. Igaz, egyszer láttam a nagyságos úréknál, úgy, ahogy megszületett. Még spöldőzsé volt rajta. De förtelmes volt. Semmi formája nem volt. Kübül volt. Na, mondom én, hogy a szoknya teszi az asszony. Minél több a szoknya rajta, annál több. Sok szoknya, az meg sok költség. Akkor mire való a szép asszony? Hát,
Én azért mégiscsak azt mondom, hogy szép a szép nó. A tagadó járt, de egy bögáltalkodott ebből. Na ide figyelj! Azért jó a csúnya feleség, mert a senki se szereti, csak az ura. De a szép asszony, hát az mindenki szereti. Na, ha, ja, ha persze, ha, ja, ha hagyi magát. Hát persze, hogy hagyi magát, ha utána járnak. Ha mindjárt ott van az én csúnya feleségem. Te nem hagyi magát szereti? Hát de nem kell a penének segíteni. De ott van a kell fiatal mennyiség. Nem hagyja magát, még erővel is lekapják. Nem lehet el. Én nagyon vigyázok. Na most is minden licsak a kiparancsolom ide magamon az innyésbe. Na látja, kell. De gyere, ki se kell parancsolni. Gyűl az bagátus. Ész nélkül. Jó tudja, hogy ezen a lőcs lábú világon én rajtam kívül senki sincs el, aki üt egyszer esse. Ejj, hát mit beszél Kent itt a hasonlóban a nagy icakában? Ide figyelj! Engem az én feleséget, amelyik nem csatolt. Engem nem, az enyémé. Arra ráteszem a nyakamat is. De hogy Kent itt a magáig, ezt a pipát is. No, tudja mit? Akkor fogadjunk. Na, fogadjunk. Ápjó! Na, Gyula feleségét, na majd most megtudjuk. Elfogok ide a dikra mögé. Fenyegés mögé. Ha hazudik, elviszi az ördög. Elviszi még elé. Ágyas túl. Na majd akkor kivallja. Jó! Hé, te apjuk, te! Merre van már nap? Hát alig lelem meg. Minden éjszaka máshova viszi ezt az ágyat. Jaj, de szép csendes este van. Mit szólja? Hát csak szóljék már valamit, ha meg nem kukult. Hát... Most itt meg nem lopják a dinnyét. Nem? Nem. Az mi töri a fejét ennyire oly nagyon? Hát ezen a dinnyének. Az mit törődik el ebben a dinnyével? Hát csak azon töröm a fejem, hogyha van olyan akasztófára, aki ezt a dinnyét itten ellopja, hát akkor olyan nincsé, aki az embertől az asszonyát lopkodni meg. Ányi, de bolondokon töri a fejét. Látszik, hogy van ideje. Nem az a kérdés, hogy van időm vagy se, hanem az a kérdés, hogy igaz-e vagy se. Micsoda? Az, hogy szerettél-e rajtam kívül más férfi embert. Bolondult kell. Nem az a kérdés, hogy megbolondultam-e vagy se, hanem az a kérdés, hogy igaz-e vagy se. Mert hát ide figyeljtem. Te olyan igen-igen szép. Hát nem is hiszem én el, hogy ne ölelgette volna meg más férfi ember a csontjaidat rajtam kívül. Jaj, adjon már Kent békén. Inkább játszunk egy kicsit. Nem az a kérdés, hogy játszak-e vagy se, hanem az a kérdés, hogy igaz-e vagy se. Hát nem, no. Nem? Nem, hát. Ide hallgasson! Én is voltam már úgy vásárban, meg búcsúban, meg kazalalat tisztott úgy asszony félivel, aztán úgy septiben megesett a nyilván. No, van itt kike is, hogy voltál-e már úgy férfi emberre, hogy szerette bűtel? Nem voltam én úgy soha. Nem? Nem. De Rozi, figyelj ide, most a nem házban vagyunk, itt látám az Isten a szemükkel. Nézd csak, hogy nyolgatott az ég. Ne az úgy, mert elvisz az ördög. Ugyan, van is már ördög. Csá! Hát is? Hát csősz vagyok te? Hát én tudok az ilyesmi. Most a nola nicaka van? Hogy amelyik asszony aludik? Azt lábánál fogva viszi el az ördög. No, meg csak? Sose. No, nyújt csak le a lábát. Mit? Nem mered? Meg csak át? Jaj, csak egyszer édes uram, de soha többet jön, de lehet merülni. Aztán kíván! Jaj, bejött a pap és azt mondta, hogy add ötven pekőt, csak szeressen ütet. Aztán te mit mondtál? Hát, hogy adjon legalább 6 balat. Jaj, édesmények, több is találkozni kellett volna. Nincs több? Nincs, hát látta már az ördög is elengedte a lábomat. Na, elég én még coki hazva, szépen behagytál egyszer. Na, akkor van.
Szerintem már másért rajtam kívül, aki meg elegette a csontjaidat. Na, mondjad csak, fiacskám, mondjad. Minek? Hát csak annak galambom, hogy már olyan éjtaka van, hogy a hazugasszonyt a lábánál fogva viszi előtt. Tudom én az ilyesmit. Föl akarom citálni az ördögöt, hogy megláthassam, az se tehet veled semmit. Jaj, jaj, jaj! Na, mi a baj? Ha ne tegyen ilyet! Ne! Ha ne bolonduljon meg! Milyen? Mert engem elvisz! Mi a fene? Jaj, én veszed, Gyura! Ha meg kőbe hallani, hát! Meg kőbe hallani! Megcsoltam én egyszer kendőt, szerelmetes egy Gyura! Sárj! Ne hazudjál! Isten bizony! Megcsoltam kendőt, na! Sárj, te most hazudsz! Akkor sok ki a szemem, hazudok! Én már pedig el nem hiszem, még az ördög meg nem fogja a lábodat. Akkor fognám, mikor hazudnék. Eljönni most már csak szóltam. Te hány szó? Csak egyszer. Nem kivel? Ezt a sárta csordás írtam be egyszer. Azt mondtam neki, hogy teljesen engem. Aztán mit adott érte? Jaj, én semmit nem adok. Én még értem neki öt pengőt. Egyet kért rá. Anyád, elég innen haza! Anyád! Vizőske, Koma! A kendet is megcsalták! Hát csak azt rögöm, Koma, hogy mégis csak jobb a szépasszony, mint a csúnya. Mert a szépasszony a legalább keres. De a csúnya az elviszi a háztól a pénzt. Hogy vigyel az ördög? A Tehén című darabja következik, a szerepoztás. Helén Kis Zsuzsanna, Kérő Őzse Rihár, Gazda Varga Pál, Gazdasszony Vargáné Neller Borbála, Kocsis Németh Nándor, Marha kereskedő Őzse Péter. Nem lenni én kicsit kedvesebb is hozzám. Nem.
fogdok. Pontosabb neki a tehén, mint a saját lányát kebben neve. Jaj, de szépet álmodtam, édesem! Mi fogyálom? Hát, ez legényül álmodtam. Aki megkérte a kezemet, pedig nem is ismert. Pörgek alapot viselt, amire virágult tíze. De szépet is álmodtam. Aztán fölébredtem. Na, szerzek én majd neked férjet, jányom. De még ilyet? De jó is volna. Nem maradnék le a világnak csúfjára. Hát apád azt mondta, ha eladja a tehenet, te következel. Na de én nem várok addig, hát most vagy soha. Sikerült már nekem néhány férjön adni, miért éppen téged nem tudnálak? Hát bízom édesanyámra lennénységére. Na, lássék munkához sebesen, én a hozzálátok, kerenje varrásnál. Pontosabban, megérzésében. Na varjál csak, járjon, varjál, járjon az a tűz. Hiszen nem sokára szükség lesz arra a bokra. Na, azt hiszem, ezen a járnyon nem fog múlni semmi. Mit is csináljak? Vagy csak unatkozik valami. Vagy így is utána nézek én a dolgoknak. Na kérem szépen, itt is vagyunk. Olyan kíváncsi vagyok. Mit fognak szólni? Hát az attól függ, hogy mit kínál. Mit kínál? Ja, mit kínálok, azzal nem lesz volna. Hát én nem érdekre magam, hogy diskurálni. Maradjon itt, mindjárt jön az út. Menjen csak nyugodtan. Jaj, Kálmán, nagy fába vágtam a fejszédet. Kellett neked idejönni, váratlanul. Mi van, ha kipenderítenek innen, mint macskát szart? Mindegy. Lesz, ami lesz. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Hát, lehetőleg az elején úgy talán hamarabb megértem. A szándékaim komolyak. Attól tartok, hogy ez nem teljesen az eleje. Jaj, bocsánat, szóval szeretném megkérni a lányom kezét. Ez még mindig nem az eleje, de mit is mondok? A lányom kezét? Ismeretlen, fiatal, okrétna, világkalapot. Hát ez az, ez az, amiről a helyén állapot. Ezt úgy hívják helyén. Hát na, mégsem a tehén, mégsem a tehén. Hát ezt én nem értem. Mi az, hogy mégsem a tehén? Hát amiről én beszélek, az sem teljesen az eleje, úgyhogy nem is igazán értetik. Foglaljon helyet és mesélj el, hogy hogyan kerültünk hozzánk. Hát a vásárban láttam meg a lányokat először, a maga formájú asszonya. Rögtön tudtam, hogy vagy ő, vagy senki más. Hát igen, magamat informáltam a leginkább. Megtudtam, hogy hol lakik. Nagyjából, és időjöttem ki a benne színemet. Öltse, csak öltse, hát olyan rég vártunk már erre. Régen. Hát ezt szokták mondani ilyenkor. Jaj, Pista hoz meg tudja. Pista? Hát Pista a férjem. Jaj, azt hittem már valami rivális. Rivális, hát már rég nincs rivális. Soha nem is volt. Régen. Ezt szokták mondani ilyenkor. Nem értem. Hát, meg is nézem már, hogy hol késlekedik ez a lány. Elmondom neki, ha törüljön ő is. Ez könnyebb volt, mint gondoltam. Igazán szép kis porta ez. Megjárja. Jó napot kívánok! Hát jó napot kívánok! Maga már meg is érkezik. Hát nagyon örvendek, hogy itt van. Örvend? Ki itt a holnap? Persze, hogy örvendek. Na, azt hiszem, hogy nagyon hamar egyenségbe fogunk jutni. Először is engedje meg, hogy bemutatkozzak, való Kálmán vagyok. Kálmán? Hát nekem azt mondták valami Kálmért. Na, mindegy, ez nem változott semmit a helyzet. Mit akar azzal a konkrétnál? Hát, nálunk így szokás. Drága, megyünk a házhoz, komoly a számra is. Lehetőleg. Na, higgy el, hogy nekem is az. Én Karint a vásárban láttam meg először. Nagyszerű, hát akkor már tudja, miről van szó. Igen, már akkor elvarázsolt. Elvarázsoltak? Na nézze, valamit már az elején tisztáznunk kell. A tehén, mert én már csak így hívom. Hát nem éppen fiatal. Nem éppen fiatal? Szerintem nem is fiatal. Sőt, nagyon jól néz ki. Maga szerint jól néz ki? Hát mondjuk nézőpont kérdése. A másik meg, hogy én nem tudom, de mostanában valahogy baj van a belejében. Szegényke. De néha úgy hirtelen
összefossa a lábaszárát. Összefossa a lábaszárát. Rajna, ne érjen már meg, no. Nem sűrű. Mondta egyszer. Ha jó, valahogy kétszer. Hát mondjuk nulla lenne az ideális. A másik meg, hogy valahogy olyan érzékenyek lettek a tőgyeik. Hát a tőgyeik is megvizsgálták. Csak kutulat, mondjuk már felőle, csak hogy dobtam. Na, amúgy el van az. Enni kell neki azt mondták el. A heré, az nagyon szeretik. Ezt nem gondoltam volna. A legjobban szereti a ponnyat herét nyalogat. Hát dologatni, hát csak úgy fröcsög a nyálatni. Tudtál meg az ilyen? Se jár. Jaj, nem lányoznál. Már fiat kettő. Jaj, hát ne jegyen meg jó. Hát fialat még magának a könyv. Benne van a végben. Hát nem tudom a szemem, pont őt láttam meg. Jaj, hát azt nem látja, csak aki ápolgatja. Hát aki kefélyegeti. Na mostanság én kefélgettem, no hát. Nem lehet ezt már rábízni a fiatalokra. Hova kerültem? Na úgy, hogy merem ajánlani. Na most már csak az árba kéne megegyezni. Pénzt akar kérni érte? Hát jó lenne valami. Hallatlan. Örülj, hogy valaki elveszi csak úgy. Hát az igaz, hogy most nem tud lábra állni. De ha visszajönne egy hét múlva, így fog valami. Az az érzésem, nem nekem? Jaj, na, ne legyen már ilyen talán. Már még az egyszer, nézze már meg. Már úgy nem bánom, még az egyszer. Jaj, azok a szemek, azok bűvöltek el. Hát, ilyen marha szemeket még nem látom. Na, menjek, föltupírozom a jogszáját. Tupírozza, tupírozza. Itt már csak az segít. Hú, te bolond vagy, Kálmán, de bolond. Kellett neked idejönni. Maradtál, hogy inkább anyád szokkája már. Jaj, de az a tekintet. Köszönöm, hogy ilyen türelmesen vártam. Türelmesen? Hát, azt nem mondanám. Hamarosan jön a bájos járkám. Jön? Én úgy tudtam lábas egy rám. Jön. Nem is jön, hanem szalad. Szalad. Olyan jó már a lábad. Olyan jó, mint a kettő, épp a földig ér. És egyforma hosszú. Én is úgy láttam. Most már tényleg kíváncsi vagyok. Mit szólt hozzám, hogy is ezt szólt? Ó, hát nem tudott azt szólni semmi. Csak átjött a kigatyába, nem? Egy. Lehet, hogy a hónapban az utolsó. Azt hiszem, van egy kis. Hát olyan gond nincs, ami ne lehetne segíteni. Azt hiszem, van. A két fiú, ugyebár. Két fiú? Hát tudok két fiúról. De akkor még csak 11 éves volt a Helén. 11? Ez hallatlan. Igen, az úgy volt, hogy beszélítottál a bokorba. Bokorba? Hát igen, igen, de úgy meg ilyen szegény, hogy azóta fél a férfiaktól. Én nem erre gondoltam, hanem a két gyerek. A két gyerek? Hát milyen két gyerekre? Arra a kettőre, amiről az az úr beszélt, aki előbb itt volt. Úr? Jaj, hát az a férjem, az meg beszél mindent össze-vissza, sok hülyeséget. Hát pedig tisztán, mint a ma született bárány. A ma született bárány? Hát igen, igen, mint már mondtam, kiskorában úgy megijedt, hogy azóta semmi dolga nem volt, mire ki van. Ezt mondjuk örömmel hallom, most már tényleg kíváncsi, hogy mit szól hozzám a kisasszony. Na, megyek és megnézem, majd hol késlekedik ez a gyerek. Helén, Helén, gyere már szedbe, már mit késlekedsz? Hol vagy már? Szüvegben van, csak tisztába kellett oda tenni. Hajóinkat van a Tajtékzó tengeren, olyan lehetett. Na most már azt mondom, hogy tűnjön innen.
Hát mit cselteket itt a szegény ágyunkat? Tűnjön el innen, mert beorpasztom a kalapját. Elnézést kérem. Na tudja, mi az az elnézés? A kecske, szar, között, na az. Orgyába, hát amíg jóval dolgom. Na, jöjjön, öcsém uram! Nézze meg a tárgyat! Na mi van már? Mi az a sírja? Hogy mi? Hát bejött ide ez a gyűjtment, az mégis értette szegény ágyunkat. Igen, látni sem akarom tőle. Kérés, ez itt a parancs a számomra. Ne tolakodod, dehogy tolakodod. Hát a Priska miatt gyűjtna, hát a tehenet akarja megvenni. Ami miatt? Hát nem a tehén miatt, hát a Riska. Jaj, persze, hát a Riska. Hát, nem bírom lábrálni. Eltolom én talicskán is, csak már mehessek. Hát, a felétel meg mi lesz? Az marad. Maradok édesanyám meg. A gaznak a virágos kert. A repéljárom, amíg engem látszik. Csak teremni ennyire van, csak. Megveszi akkor az a tehet. Meg hát, alig várom, hogy mihessek. Itt a kezem nem is szólál, azt álva még majd megegyezni. Meg hát. Egyszer volt Budány kutya vásár, a tehén a magáé. Jó napot kívánok! Jó napot! Nem tudom, jó helyen járok? Mit kínálnak alkalmi vételre, tehenet? Már neked? Na ki van? Valok Kázén marra kereskedő vagyok, most érkeztem a vonatra. De hogy kerül magad? Hogyan? Mivel senki nem várt az állomáson, így gyalog. Gyalog, mint való. Vezető Dunai Attila. Prostop Annika, Vargáni Neller, Bormán. Kovács Gyula, Varga Pál. Jó szor. Mi tart össze két embert 50 éven keresztül?
A tanya! Szeretek, melegem! Mi van? Hát arról beszél, hogy meleg vagy. Néha szeretnék a hapapórát megállítani. Mi van? Mindig arról beszél, hogy meleg vagy. Az életben azonban legfontosabb a harmónia. Ez a Mónikáról is tud. Valami harmonikáról beszél. Most ennek egyében... A mi maga? BKV ellen? Ennek egyében hozzád fordulok Kovács Gyula. De ki az a Gyula? Akarod-e házastársad úr az itt megjelent Rosztó Pannikára? Hát miért már nem az? Felteszem a kérdést úgy. Akarod-e házastársad úr az itt megjelent Rosztó Pannikára? Hát mi maga, válóperes ügyvéd? Persze, hogy akarja. Akarja, anya vaja. Rosszó Pannika, akarod a hites férjedül az itt megjelent Kovács Gyulát? Mi igaz egyszer? Igen? De mama, te akkor mostan érdekbűgyűsz hozzá? Dehogy is, hát a gyerekek akarták így. Gyerekek? Hát nekünk vannak gyerekek? Hát persze, hogy vannak. Hát ők küldik Amerikából minden nyáron, azt a két doboz Szardíniát. Jó! Hol vannak ezek a gyerekek? Amerikában. Na, nem üzenj már onnan a kamerán keresztül neki valamit. Ahó! Gyerekek! Elfogyott a Szardínia! Istenem! Hogy miért nem a Kovács Pisti, ezt lett a feleségünk, amikor már az anyám is 1000 évvel szemült meg. Mondjuk, ez volt az egyetlen értelmes mondata a V-modáliért. Hát amióta elpusztult az ördögök fejbe, ezt a menekülnek a pokol. Hogy beszélsz te az én anyámról? Nos, hogy most mind a kezdet ilyen mondhatok, hát akkor tessék én már megcsókolni. Kit kell sokkolni? Engem sem megcsókolni. Kovács Gyula, mondjuk, hogy így áll a gyűrűt, rossz topadikának. Hát ha van itt, van ahol meg hullahokkarika. Mindegy, a lényeg úgyis a gesztustalan. Ki a busztustalan? Busztustalan. Hát akkor mi ez az egész ünnepség? A temetésem. Na, de ne ürülj! Megváltoztattam a végrendeletemet. Mindent magamra irattam. És viszek mindent magammal a sírba! Thank you.
csoportjával, a Vadrózsák amatőr színjátszó csoporttal folytatnánk a fellépéseket. Bíró László, aki Rugonfalváról származik, az interneten szerzett tudomást arról, hogy miként ápoljuk itt Szenámpalotán Kelemen László emlékét. Kezdeményezte a Rugonfalvi színjátszó csoporttal való ismerkedést. A két csoport kapcsolata évek óta tart. A színjátszáson kívül személyes barátságokat is ápolnak. Először Jedi Tamás lép a színpadra. Bogor Imre művét olvassa fel, melyet a szerző erre az alkalomra készített. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy az előtérben megvásárolható Bogor Imre műveit. Kérem akkor Jedi Tamást a színpadra. Bokor Imre, köszöntő Családpalotán! Korán érkezett a tél a Hallgitára, mi örömmel jöttünk Családpalotára. Barátságunk tüze a szívünkre vágom, minket a távolság ezért sosem gátol. Köszöntök mindenkit, akik megjelentünk, és a találkozón mi is részt vehettünk. Maroknyi csapatunk, vidékünk őrzője, a Kárpát-medence nemzetünk bölcsője. Üzenetét küldi a Hallgita haja, hogy a székely szavát minden magyar hallja. Habár szétszóródva él is a nemzetünk, szívben és életben mindig együtt leszünk. Kölcsei imája egyformán szól nekünk, magyarok istene, ne hagyd el nemzetünk. Ez a bujdosó sors sokáig már nem tart, Isten utalmazza mindenütt a magyart. A magyar nép szívét nem fúrja a tüskel, ősi nemzetére becsülettel, büszkel. Mindig is gazdag volt a Kárpát-medence, hűség és kitartás volt a népünk kincse. Várva hordozta népünket a vihar, megállt a helyét mindig a magyar. Hogyha nem adjuk fel, s a reményünk táplál, az igazság egyszer népünkre visszaszáll. Újra egyesüljünk, más pohajunk nincsen, Kárpát-medencébe velünk lesz az Isten. Egyszer csak kipattan hangunkból a szikra, nem pórlik nemzetünk többé, mint a szikra. Rugonfalvi szerény kicsi kultúrcsapat, hogyha babérokod itt már nem is arad. Szívünkbe örvendünk, hogy mi is itt vagyunk, ősi nemzetünkhöz egy helyre tartozunk. Végezetül tiszta szívemből kívánom, minden magyar álma valósággá váljon. Ezt a találkozom boldog vágyban és hitben, legyen erős, várunk a megvér Isten. Kéri Ferenc, Beteg a disznó című darabja következik. A szereposztás Gazda Lőrinci Zoltán, felesége Szabó Zsuzsánna, szolgáló Bári Anna, Mészáros Antal Zoltán, orvos Cézár Sándor. Fogadják szeretettel. Biztos, hogy azért most végig állt valamit
Nagy büszkén ételem nem lesz, attól van egy ilyen ramagy állapotban. Isten, hogy csak azokat a békek. Jaj, büszkén, te legalább megértesz engem. Nagyon szarul nézek ki. Hát, elég halvány az ábrázatja, mint a vadás. Olyan a színe, mint ennek a bilinek. Na, ne haragudjon meg, nagyságos uram, de ez nem mehet így tovább. Én elmentem a szomszéd faluba, és kerítettem egy csontkovács. Hát valakinek meg kell vizsgálni fegyelmedet. Na, adja igazt a bilit, hát borítom maga véra. Megállj! Vigyek én jobbkak! Megtöntelek újra! Na, mi van? Felkeltél? Kivetett az áll? Kelj föl! Le kell várni a samut! Hogy én gyöngyöm, hogy én ahhoz? Mindjárt meghalom! Egyszer biztos! Semmit csak akkor áll lenni a gyöngyöm. Ez sem fogok. Megdöblik az a jobbság! Nélkülem! Rá kell várni! Előbb magától, mi mástól! Na, mindjárt itt a mészáros! Az most előzős kosár! Hát kint itt állt egy? Csak nem a Lali? Hát akkor megtudja az egész falu, hogy Kovács János majd gazdan a tömelem a tisztolni. Hát hogy néznek rám majd az ember? Attól te beszél ma még, ha nem is látszik. A Béla szomszéd hívott egy idegen mészáros. Ő lesz a mesterem. Na, azért így már már. Hát én azt hiszem, jobb, ha lájba teszem magam. Mondd meg! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Micsoda nyeszlenül, hogy mészáros, ha hogy bírkozik ennek a sanyra? Úgy hallottam, betegség ütötte fel a fejét a háznál. Jöttem is, hogy mielőtt megelőzzük a problémát. Az bizony jól tette, de milyen jó. Na, csak szép sorjára. Lássuk egyszer a kocsit. Hogyan kezdődik a probléma? Tegnap reggel lógó, egyenes farokkal jött el a sanyat. Rögtön tudtam, hogy anyagok. Azt hiszem, átakarnak ejteni. Ez nem csontkovács kellett. Hát miért baj, hogy korán reggel lókod a farok? Hát csak azért baj, mert eddig minden reggel pörge, felálló farokkal jött. Ha sokkal szebb látványunk. De elhiszem, hogy volt még valami más jeles, ami arra utalott komolyabb problémát? Volt. Tiszta vörösek voltak a helyén. Szemmel láthatóan ökölnyi nagyságúra dagadtak. Hát ez már tényleg a futalomra adott. Meghiszem azt. És ami még borzasztó, az az izmos feszes fala. Olyan volt, mint a friss leélepény, amikor rácsak. Mondja maga, minden reggel át megszokta ezt a farok, heve, farkistálatot csinálni. Hát persze, hogy meg. Samu a falu leghíresebb kanya. Szóval tetszik illetve innen ügyedet. Nagyon sok háznál őr okozott már örömet. Igye, nincs párja az egész környéke. Hát ezek után magam sem úgy gondolom. Már kerültek. Na. Kezébe veszi végre a dolgokat. Hát, milyen állapotban van most az a híres kap? Kín hörög az álnyékba. Folyik a pofájából a nyár. Nincs mások neki hátra. Hát akkor menjünk gyorsan neki is nekedjük. Mutassa az utat az, hogy... Öske! Öske! Mi van? Öske! Valami! Itt van! Na, mindjárt vége a nyavajájának! Most láttam bejönni egy ember! Biztosan a csont Kovács lesz az! Na, már jön azt a Vili gyorsan, aztán menjen semmi mindenki! Jó napot kívánok! Jó helyen jár! Igen, igen! Itt kell egy szenvedő segíteni? Csak egy kicsit várni kell, éppen vízik. Azt hiszem, rosszul hallottam. Úgy értettem, azt mondta, hogy vízik. Jól tetszett hallani. Jó? Azt látszik, a sok disznó visítástunk. Hallás károsodott be. De én a mészárosok élete. Tetszik tudni, már két napja megy a hasok. Akkor itt nagy a bot. Itt bérfeltérzés ő lehet,
Én már annyit láthatomba kimerek jelenteni, hogy a máját csak elejét el kell dobni. Micsoda? Mit akartanak kidobálni? Belső szervei. Van itt egy nagy fájétek nő? Errefele az udvaron, mikor jötte, láttam, hogy üsben forra víz. Én mindig leszoktam forrázni a pácient. Micsoda? Leforrázni? Nem egy humánus ember maga? Persze, leforrázni. Attól ki a szőre, fülétől a farkát. De szép lámpán lehet csupasz farokkal. Szép, bizony. Szedmény szőröse. S hát, amíg jó, besózzuk attól, hogy szépen kifehér. Miket nem mondta? Hiszem, ha látom. Hát azt megnézheti. Te, de hogyha melyik beléptem még egy kicsitét, egy kocsonyába szopogatni, azelőtt ügyesen a füstölőbe beolgatni, akkor lesz belőle. Elmegy maga a jó büdös fenébe. Mit kóstolgat maga engem? Hát, ha már a kóstolóról beszélünk, értenél nekem a végén a heré? Elcsomagolni? A heré? De jó Isten! Hát mit akar velük csinálni? Nagyon szeretem őket tojáson mesélni. Sőt, amit tudok mellé szerezni, egy remek szörkültet belőle. Borzasztó! Én még ilyenről nem is hallottam. Hát azt megnézheted. De egyszer megkóstolja, soha életében el nem felejt. Én megkóstolja? Na elmegy maga a jó büdös fenébe! Mindjárt rátap egy tenyeres pofonra. Hogy képzeli maga? Mert én egy szegény cselédány vagyok. Lehet velem szemtelenkedni? Nem kell úgy bőlni, kérem! Na, lehet segítségben fogni, vagy egyedül kell letepelni. Lefogni? Letepelni? Hát mit akar vele csinálni? Maga elvetemű. Amit szoktam. Először jó nyakon szúrni, utána egy szép ötöt is óriába. Mit mondod? Ez szörnyűség. Én be nem eresztem magát hozzá, maga barbárom gyönge. Röske! Itta! Azt akartam kérdezni, itt a John Kovács. Itt, de én nem fogom hagyni, hogy megvizsgálja kegyelmedet. Micsoda? Én John Kovács. Itt valami tévedés van, kérem. Én a vészáros vagyok, és valami rosszabb biztos tettem leszúrni. Jó, de te akkor miért adok én magát John Kovácsot? Hát akkor sem. Ez a fehér itt el rólam. Elviszel. Na jöjjön. Itt van benne maga disznója. Akarom mondani a betegét. Na végre, hogy itt van. Jóska! Öske, hát amit keresek? Hát, nem sokat, de nem panaszkodom. Megvan a mindennapi betevő. Na mi az? Hát ismerjük egymást? Ismertének, valamikor jegyesek voltunk. Valamikor? Mit be nem állt sírásunknak? Ha kit hívtál, az az öske. Ma temetni készültök. Az se rossz. De hát akkor mi maga? Sírásról vagy csontkovács? Hát sírásról lett csontkovács. Valahol el kellett kezdeni a barátomját. Hát az Antóniát el is kezdte. Nekem annyi. Hát én úgy érzem, már jobban vagyok. Hát én már meggyógyultam. Mondtam, hogy szimulál. Na, itt most már rám van szükség, vagy nincs szükség? Kell szúrni, vagy nem kell szúrni? Ide jól, előttem. A szórás egyelőre elmaradt, mert az előbb emeltetett a samú farka. Úgy látszik ma a felgyógyulások napja van, hiszen még a disznó is lábra áll. Akkor én köszönöm a kóstolót. Viszontlátásra! Jedi Tamás következik, Széles Sándor Székely Karácsony című művét adja elő.
Széles Sándor, Székely Karácsony. Hóba temetkezett csíki havasokon, állom egymagába fenn a madarason. Fohászkodik, uram, fiam megszületett, karácsony este van, és te megteheted, te, aki rendezed ezt a nagy világot, juttassál nekünk is egy kis boldogság. Hallottalak át, de nem mondtad kinek, uram, a népemnek, szegény székelyeknek. Alul egy kicsit hallgat, aztán megszólal. Áron, jó kedvembe kaptál, legyen úgy, nem bánom. De mielőtt a kérésed teljesítem, valamit meg kéne magyarázni nekem. Én a székelyekről hallottam eleget, mondtak már rólatok hideget, meleget. Tudom, hogy hívők vagytok, sokat imádkoztak, de a szírásokban is világ elsők vagytok. Hallom magatok a székelynek valljátok, és kiválasztott népen nemeit hordjátok. Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, az egész Biblia, egész Ábrahám. Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, hogy Csicsó Názáre, Dikló Jeruzsálem. Hallom, ha jól értem, hogy magyar a beszédbe, és te mégis a székelyek boldogságát kérem. Miféle náció, ha a nyelve magyar? Ó, uram, szoltárom, hát a székely is magyar, csak egy kicsivel több, nem sokkal, úgy valami 3-4 fokkal. Ott állt a sok fenyő keményen vigyázva, gyertyák pislákoltak ezer csíki házba, megkondult Csíksomjó Máriás harangja, szelíd kózolása szólott az út hangja. Jól van Áron, most tartsunk rendet, az a kicsivel több, a megmagyaráz minden. Én megértettelek, és most értsd meg te is, kicsivel azért több a szenvedésetek is. Ismeretlen szerzőtől Koma találkozó címmel következik egy darab, előadja Kis Ferenc és Vágási Dezső. A szevasz kovám, Jáni! A szevasz kovám, Pista! De Jáni! Mondj, hogy a Várikok, te, az a Várik, az egy olyan csodálatos dolog, hogy te olyan nemes láttál. Képző néhány, ott lakik az ecső. Egy akkora házban, de nem tudom, hogy még egyszer egyszannál lesz vagy. Ó, te Pista, hát olyan nincs első. Ha már hogy nem akarod, te, hát képző tenál, listénként bővenni. Az egy olyan, hogy oda megnyomsz egy pontot, az ajtaja szertene, bemelsz, megsírűz, megint megnyomsz egy pontot, és azzal, ha menj be. Ó, az semmi, de az én bátyám itt van fent este. Van telefon erejük es. Az egy olyan dolog, hogy van egy doboz, de róttal össze van kötve egy másik doboz. Aztán oda teszik a képükhöz, és úgy szólítsák egymást, hát eló. Egyszer zöldött az a doboz, oda mentem, fővöttem, oda tettem a képemhöz, de mikor a másik úgy szólít, hogy hát eló, úgy vágtam a főt, viszlik be tőle. Ja, de az én egységét megvédtem, minden jól ügyes. Abból áll, hogy van három dob. Egy nagyon bocskó, egy közműső, meg egy kicsike szikomet. Na, a szikomet tehát beteszik a közműsőbe, ott megint meg kell nyomni pontot. Azzal a nagyon bocskával kellnek jönni, menni az ember. De abból benne az éjtéke, hogy mi láttuk őket, de ők nem láttak minket. Hé, de egyszer voltunk balett előadáson, meccs. Az a balett előadás olyan, mint a miénk a templom, vagy még annál lesz nagyobb. Elmegyünk, leülünk. Egyszerűen csak elhőszik a villany. Na aztán elő meg vagy. Kiáll itt egy ember, egy pálcával a kezébe. Oda középre, és elkezd hadonászni össze-vissza. Erre föl az emberek előkezdtek muzsikálni. Kérdem az ecsémet, hát ki ez az ember, és itt mit hadonászik össze-vissza?
Azt mondja, hogy ez az ember a karmester. Isteni kazakos mester, kovács mester, őrzsér mester, de karmester az még nem. Tehát egyszer csak a függő, ő mond a lengvény. Elé jött egy, egy nő hálóin. Volt rajta a gibini, a derekán körbe vitorlott. Ott sérült fogunk körbe, mint finga feledőbe. Aztán próbál repülni, de nem tudok. Aztán lefeküdt a földre, főkel, ott hemperg összegét. Aztán egyszer csak bejött hátul egy pasasest, gagyába. Így, hogy megszalajtották én is valamit. De képződre, annak úgy ki voltak tudorodva az izmai. Oda ment a fehér népőt, hajtotta ide, hajtotta oda, emelte föl, tette le. Aztán ő is fordott körbe, mint pinga feledőbe. Aztán ő is próbált repülni, de ő se tudott. Aztán meg így oda ment a fehér népőt. Én mondom, ezek valamit akartak egy mást részét. Lehet volna, de képződ el alkalommal köntőn, egy ellen lámpával is őket sütette. Na de mit? Fotball mit csinál? Az olyan, hogy van egy nagy kaszám. Két végében, két kettes. Egyszer csak két, három, nem tudom, fekete ruha. Hé, azok biztosan az anyósokat gyászolták. Na de egyet beállítva a ketrezbe, volt még egy olyan golyó. Úgy futottak utána, mi a fizetteik voltak, kérdezett. Ha itt volt a golyó, oda futottak. Tovább után, megint csak futottak utána. Az egyik fekete ruhásnak kedve volt a bűnje, az húnt. Amikor a golyó bejött a kedve, mindig felszítnek a lépe, kezdtek kiabálni. De amikor bejött a golyó a másik kedvezbe, én is felszítem kezdve üvölteni. Há, némos én, szinte sírva, kérdem az ecsényt, ha mi volt? Azt mondja, hogy abba menjen be a golyó, akkor nem kell kiabálni. Na de nekem van bizonyítékom meg. Mi voltunk a boltban. Vettünk 9 órát. Na ide lesz. Azt írja rajta, 5 osztva 25-re. Egyszer igen, egyszer nem. No de, az a felé évett a vonat. Modern az. Ugyanúgy. Rend volt, olyan szép, hogy meg volt lepve az ár, hogy szégyőltem belé meg, nehogy összegyújja. Inkább a fejdalom. Énes úgy jártam, komolyan. Énes úgy jártam. Csak az én hotelemben volt még egy kisebb lift. Ott a falon lógott egy fényes lap. Oda mente, alatt azt az izét megcsavart, restán kezdett folyni a víz. Igen, de hazafelé jövett a vonatba, beért egy ilyen lapos sapkás ember. Azt mondja nekem, bácsi, vigyázzon a kettő napot. Nekem miért? Úgy nem vártam két, hogy jöttem. Egyszer csak jöjj vissza, fogja az állat. Azt mondja, bácsi, nem magának akasztunk, mert a magadok. No de, arra már lesakasztok. Elvánkom már, jobb miatt felakasztott a próbát. Ha neves beállomat, akkor hogy ezt találkoztunk volna? Most az eredeti műsortervtől eltérően egy rövid bemutatkozás következik. Csíkszai Balázs társaival rövid ideje részletesebben ismerkedik a betyárvilággal, a kor eseményeivel, szokásaival, öltözködésével. Kérték, hadd mutatkozzanak be a közönség előtt. Minden felnőtt segítség nélkül állítottak össze egy rövid jelenetet. Érdekesség, hogy a ruhájukat, fejrevalóikat is maguk készítették. Mivel olyan korosztályról van szó, amely keresi az útját a kamaszkorból a felnőtté válás felé, úgy gondoltuk, megkapják a lehetőséget arra, hogy felléphessenek. Fogadják tehát szeretettel Csíkszai Balázs, Haluska Máté, Adobás Máté, Szlovák Balázs, Farkas Attila és Haller Róbert bemutatkozását. Te Sanyi, az nem felkó, hogy
földi betegje. De bizony, kapjuk el. Sose látják azt a fegyvert. Látják hozzánk, közelebb van a pisztoly. Látják itt ezt a vallat? Eltudom, rámegyem tehát. Ezen durvultak már nincs a dalmat. Ne magyarázz itt nekem! Egyszer úgyis elkaptak, ha add idélek is! Ugyan már csendőzös uram? Miért mulatatnánk itt együtt? Nem mulatunk, mert csendős betyár nem barát. Én szívesen mulatnék. Nehogy mulatsz! Szegedi csikos, lehetett a tisztát, de három cserét, hogy csinálj a csúnyakát. A babányakat is, lett a kutat anyám, tizenhárom fontos csalék a gyerekek. Tizenhárom fontos szoktam, gyereki bakát, akár hoztam. Szegedi csikos, lett a tisztát, tizenhárom cserét, csinálj a csúnyakát. Sose kapnak el, ezt akartam, igen, elkapunk. Hogyan már? Egyszer úgyis kijönnek. És ha kijönnek? Mi várni fogjuk őket. Menj, hív erősítést, és készíts elő a lelest. Értettem. Ha téged ölfölök már. Folytatjuk műsorunkat. A Buda Jenő Székhelytársulat következik. Néhány szóval bemutatná a csoportot. 2009-ben talán az utolsó órában újjá alakult a régi 1964-ig működő székelykör Buda Jenő Székhelytársulat néven. 1945-46-ban Buda Jenőre és Telkire Gyergyó Ditróból és Gyergyó Remetéről érkező székhelyek hozták magukkal a szép erdélyi magyar nyelv ízét, a távoli múltból eredő népszokásaikat, székely hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat.
10 évvel ezelőtt a Székely Betlehemes bemutatásával kezdődött a feléledés. A társulat tagjai fáradtságot és időt ment kímélve szívvel lélekkel próbáltak és táncokat tanultak be. Nagy segítség számukra, hogy olyan képzett emberek állnak mögöttük, mint Darosné Kovács Györgyi, aki a táncokat tanítja be. Az együtt töltött időt olyan közösségé kovácsolta őket, amire a mai világban egyre nagyobb szükség van. A sok próba gyakorlás meghozta gyümölcsét. Társulatok már három darabbal büszkélkedhet. Az első az 2010 tavaszán bemutatott Egy este a fonóban című. A második a török búzabontás, amit 2011 májusában vittek színpadra. 2013 tavaszán pedig Adjon Isten jó estét címmel mutattak be darabot. Ezen kívül 2010 óta minden évben megrendezik, illetve felélesztik a régi székely farsangtemetés hagyományát. A három darabbal Buda környéki települések programjait színesítik, és Gyergyóri próba is ellátogatta, ahol nagy sikert taraktak előadásaikkal. Ezért úgy érzik, tovább kell folytatni munkájukat. Továbbra is az a céljuk, hogy a régi hagyományaikat megőrizzék, ápolják, és a fiatalabb generációra átörökítsék. Most Török búzabontás címmel adnak elő egy darabot a társulat 40 tagja előadásában. Jó szórakozást kívánok! Mit csinálta?
Thank you.
Főleg, ha jó finom túrójes van hétszó. Bizony, nagyon szeretjük a túrós muzikát. Jól meg kell tudni csinálni. Jó ilyes van. Kukorica, kukorica, presárja. Talán bizony esőben. Nincsen köve, mélyes hiszen.
egyet csókot is, angyalok. Holnap után házasodok. Adok csókot, nem egyet, ha már kell. Csókot kérek, nem egyet. Én kettőn elveszed. Adok csókot, de majd holnap, ha megeskedett a bab. Meg hol? Erre jut eszembe, a minap sétáltunk a lányokkal a Rozmari utcába, és néztük, hogy a Váradiéknál milyen nagy érződés van. Meg is kérdeztük a hazavérit. Anna néni, mit csinálod? Nicsi már még édes lettem, csak szitálod. Mit szitálod, Anna néni? Búza visztett olyan szép, hogy öröm nézni. Minek a liszt, Anna néni? Sok is lesz az, sok is lesz az, ha megnézi. Talán bizony a gazdának, talán bizony napodalom lesz a lánynak. Az lesz bizony éves kincse, lesz, hogy sok ennivaló. Jaj, sütenék, írházgombos, túrós lepék, bibisz tojás, osztriga, s teljes tokány mamalika. Divajteljes, cukroskása, spiritócsi friss pogácsa. Úgyhogy lesok lennék, ott lesz Mici Miska, meg aztán Szurtos Piska, Hájas Peti, Zsabán Sanyi, s ezek mind eljönnek vacsorára. Igen, bizzat, akkor lelkem Anna néni csak szitáljon, csak szitáljon, csak szitáljon. Három napig meg se álljon. Mozgassuk meg a falunkat erre a nagy ilyeségre!
ideig. Ott vagy mínusz 25? Tekertel ott Remete felé, Maros utcában. Hagytam meg, de még a szemeim forogtak. Pénzzel sarkából! Megpillanottam komádom, hogy kínál a verendán. Mondom, úristen, mi történt, békén legyen. Majd beléptem a kapun, már kezeltem is vele, hogy hát mi történt veled, komád? Hogy hagyom fönn kinűsz a verendán ebbe a vérfagyasztó vagy hidegbe? Ne ilyes mód! Te hazajöttem a kocsmából. Hát jó. S rázba szedtem a házba az asszony. Az még jobb. S most kéne egy bátor enni, aki bemenjen a házba a sapkámé, és kihozná, hogy menjek vissza a kocsmába. Rá ne számít, hogy ám én. Látom már, ha már mindenki volt ott. És haza is engedni kentek. Lányok, úgy választáltak, hogy kikivelnek haza. Hát, hogy gondolod? És ki fogja fölhordani a hídbe ezt a sok kukoricát? Mit gondolod? Én mit gondolod? Vali, legalább egy kiketet kell nyíl a vajoshoz, amíg fölhordja a kukoricát, de hét van. Jaj, te komám asszony! Elés ki, hát így is levegy a sáncival. Azt akarom, még kukösdőjön át, az a sok szepeködést. A sikló íme álljon, a viszályon, mikor mennek vasárnap a templomba, olvasó es, ima könyves, van a kezébe, régi szeretője jár a veszélybe. Olvasó es, ima könyves, van a kezébe, szeretője jár az eszébe. A librói legények nem is várja, mikor mennek vasárnap a kocsmába. Boros pohár a kezében összecsörgeti, bal karjával a babáját öleli. Thank you.
Sorozat védnökét. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent önnek, ha elvállal egy ilyen védnökséget? Hát nem vagyok friss védnök, illetve ugye tisztelet, itt a nagy tiszteletű címem a zsűri elnöke, mert évek óta járunk Csanádpalotára. Nagyon szép ünnepségnek, nagyon szépnek tartjuk a gondolatot, és szépnek azt az ünnepség sorozatot, amelyet most Kelemen László születésének születése és halálának kerekéfordulói között elterveztek, és nagyon örülök annak, hogy a Nemzeti Színház nevében üzenetet is hozhattam igazgató úrtól, aki azt fogalmazta meg, hogy mennyire fontos az a szemlélet, az a magatartás, amely összeköti, a családiasságban összeköti azokat, akik így dolgoznak, akár munkaidejük után, hogy határok felett átökülve össze tudjanak tartani közösségeket. Itt, Magyarországon, Csanádpalotán, Budajenőn, Telkiben
de a határon túl messziről jöve, akár Rugonfalváról. Én azt hiszem, hogy ezeket a lélekerősítő, szívmelengető pillanatokat őrizni kell, és ezért öröm nekünk, hogy ezért jövünk el újra és újra. Hadd mondjak annyit, hogy a zsűri másik tagja Ablonci László, a férjem, 94-ben indította útjára ezt a szép együttműködést a Nemzeti Színház igazgatójaként. Akkor, amikor a művelődési ház igazgatója Ádok István megkereste őt azzal, hogy tudna a Nemzeti Színház ebben segíteni, akkor, és azt hiszem, hogy jelképes a pillanat, az Advent a Hargitán kamara előadásával jöttek el ide, annak a bevételét ajánlották fel a városnak, és ebből lett a sírkert. Én most remélem, azt az üzenetet is hozom, még nem mondtuk el, úgyhogy itt hangzik el először, hogy 20 év elteltével a Nemzeti Színház ismét el fog jönni Csanád Palotára Tamási Áron Vitézlélek című előadásával valamikor majd a tavasszal. De azt mondanám annak, aki közel van Budapesthez, hogy inkább a színházban nézze meg, mert azt a képi világot, amit ott megteremtettünk, itt nem fogjuk tudni megcsinálni. És mi a véleménye az itt látottakról? Hadd beszéljek először, és nem azért, mert a Budai Jenő telki csapat kamerái előtt beszélgetünk, vagy kamerái előtt beszélgetünk. Én azt hiszem, hogy ha az amatőr színjátszásnak értelme van, akkor az az értelme, amit önök nyújtottak. Gyönyörű volt látni azt, ahogyan őrzik a hagyományokat. Szívmelengető, hogy együtt van szinte minden generáció a faluból, és láthatóan úgy tudnak örömet átadni másoknak, hogy ők is szeretik, élvezik, amit csinálnak. Úgyhogy mondhatom mindegyik zsűri tagtársam nevében is, hogy nagyon-nagyon jó érzésünk volt, amikor ezt a csapatot láttuk. Nagyon szépen köszönjük! Tisztelettel köszöntöm Csanád Palota polgármesterét, Kovács Sándor urat. Polgármester úr, mit kell tudni a mai nap kulturális eseményeiről? Végeredményben egy hatalom átnyomuló pályázat tett lehetőséget arra, hogy ezt a mai, szerintem színvonalas programot meg tudjuk szervezni, ami ma is, holnap is tartani fog. Mindenképpen először köszöntenem kellene a Budai Jenői Társulatot, hogy elfogadta a meghívásunkat. A másodrészben azt gondolom, hogy Kelemen László nevéhez fűződik ez a program, hiszen Kelemen László halála és Kelemen László születésének az évfordulója között van egy év, amit mindenképpen Csanád Palotának kötelessége, hogy eleget tegyen annak a magyarság tudatnak, hogy Kelemen László az első színigazgatónak a emlékét ápolja, és azt gondolom, hogy ebbe Csanád Palota mindent megtett, és meg fog tenni az elkövetkező időben. Mikor kezdték el szervezni a programsorozatot? Ez egy egyéves program volt, a mostani, de vel nincs vége, hiszen december 21-én halt meg Kelemen László. Mindenképpen mi ezt követni fogjuk az elkövetkező időszakban is, de azon kívül Kelemen Lászlónak a műve az egy hatalmas mű, én azt gondolom, és Csanád Palotán most ebben az évben volt egy olyan 10-12 program, ami különböző kategóriák, hogy belegondolom az Old Boys koncertet, és belegondolom azt a színjátszó találkozót is, és azon kívül nagyon neves színészek fordultak meg, Pintér Tibor, úgyhogy próbáljuk a magyarságnak a föntartása érdekében mindent megtenni. És folytatják is? Természetesen. Köszönjük szépen! Mindenképpen érdekel fellépő csoportoknak egy kis emléktárgyat szeretnénk átadni. Felkérem a díjak átadására Kovács Sándor polgármester urat és Perneki László a polgármester urat. Fellépések sorrendjében kérem először a Kardos Kuti Főnix Társulat képviselőjét. A Rugonfalvi Varrózsák csoport képviselőjét szeretném.
kérem a Buda Jenő Telki Székely Társulat képviselőjét. Emberek is jönnek, és az estéiket ott töltik el. Ez nagyon fontos, sugárzik, tehát nem az, hogy összeterelve, hogy na most eljövünk ide, hanem sugárzik az együttműködésnek a szépsége és öröme. Ez még a nagy színpadon is ritkán van meg, mert ide ilyen hivatalnoknak és kénytelenségnek. Ez kell, ezt a lélekvédelmet, pláne ebben az időben, Sütő András mondja, hogy tisztán természetnek kell lenni az árral szemben. Igen. A kultúrai szellemteremtőről mostosítani. Igen, hát örülök, és ezt remélem, hogy találkozunk itt is más. Köszönjük szépen a szavait, és köszönjük szépen, hogy biztatott bennünket. Annyi szépség öregektől, fiataloktól, hogy minden korosztálynak a szépsége is sugár. Nők, férfiak, legényessége, mindez, szóval az egész pompás magyarok, ahogy a Kalotoszegény írta, de pompás magyarok a színpadi játékban is. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mindenkinek kezi csókolni. Köszönjük szépen. Kezi csókolni.